A francia kormány kész tárgyalni Korzika autonómiájáról. Ezt a francia belügyminiszter jelentette ki kétnapos korzikai útja előtt egy ottani napi lapnak. Gérard Darmanen azután érkezik a Franciaországhoz tartozó földközi tengeri szigetre, hogy vasárnap zavargásba fordult a két hete kezdődött tüntetés hullám. Az vitte utcára a korzikaiakat, hogy egy dél-franciaországi börtönben életveszélyesen megsebesítették az életfogytiglanra ítélt korzikai Iván Kolonnát. A férfit bűnrészesnek mondta ki a bíróság egy korábbi korzikai prefektus, Claude Erinyák meggyilkolásában. Kolonnát, aki többször is kérvényezte, hogy helyezzék át egy korzikai börtönbe, március másodikán sebesítette meg egy iszlamista elítélt, azóta kómában fekszik. A korzikán tárgyaló francia belügyminiszter elismerte, hogy az államot felelősség terheli a kolonna elleni támadás ügyében. Korzika autonómiájáról Darmanen azt mondta a Korzmetennek, hogy a kormány csak azután tárgyal erről, ha helyreáll a rend a szigeten, illetve ha Emmanuel macron újra választják áprilisban. Ha így lesz, mindenek előtt azt kell majd tisztázniuk, hogy ki mit ért autonómián, mondta a francia belügyminiszter.